Szeretettel köszöntöm a vonalban Mondavics Gábor balkán szakértőt. Szervusz Gábor! Szervusz, Kati, én is üdvözlök mindenkit. Ugye mozaikokból próbáljuk összeállítani már, akit érdekel, de minden esetre bombáznak minket a hírekkel, szerencsére minket csak hírekkel, hogy Koszovóban úgymond áll a bál. Van, akit ez egyáltalán nem izgat, hiszen mondjuk azt, hogy messze van, és igyekeznek a szakértők is megnyugtatni bennünket, hogy ez feltehetően nem fog eszkalálódni, hanem egy ilyen állóháború fog kialakulni, de nem fog továbbfejlődni. Tehát itt van a közelünkben, de mégsem feltétlenül érzi mindenki azt, hogy ez most egy fontos konfliktus. Nem tudom, hogy szakértőként te mit gondolsz erről, és hogy egyáltalán induljunk el akkor abból, hogy hogyan jött ott létre Koszovó, és mi az, ami most előállt a voltak éppen belviszályként. Hát igen, ez egy bel- és külviszály egyszerre, és hogy hát Koszovó hogy lett, hát ugye azért ez egy időutazás lesz. Rendben, én benne vagyok. És valahova vissza kell menni a középkor környékére, valahova a 13. századra, valahol ebbe az időszakba kéne ezt az egészet elkezdeni. De biztos, és, hogy erre lesz időnk? Nem lesz időnk, de gyorsan, csak jó, azért, rendben. Hogy azt a hallgatót, aki viszont érdeklődik a téma iránt, lehet, hogy érdemes orientálni, hogy egy kicsit jobban megértsenek a helyzetnek a komplikáltságát, hogy körülbelül hova kell visszamenni térben és időben, meg arra nagyon figyelni kell, hogy az akkori események azok csak akkor értelmezhetőek, hogyha az akkori viszonyokból indulunk ki, és a mai események nem feltétlenül mindig csak annak a eseménysornak a következményei, hanem lehetnek benne új tényezők is, de a múltat nem szabad kivetíteni a jelenre, és fordítva se. Ami akkor úgymond nemzeti kérdés volt, az nem volt egy nemzeti kérdés a 13. század környékén, amikor ugye a szerb államiságnak egy jelentős korszakának pont ez a Koszovszke pólya, Észak-Koszovó, vagy Rigómező, ugye történelemből szerintem ugye érettségi időszakok vannak, hogyha van fiatal hallgató, akkor... Rigómező az már nálam is megcsendítette csengőt, igen, ezt én is hallottam. Igen, igen. Első, második Rigómezei csata, ugye a 14. század török hódoltság, ugye a szerb államiság megszűnése, és a törököknek a megjelenése a Balkánon, ugye ez is egy több hullámban történt, és az oszmán birodalomnak az európai első kezdeti hódításainak ez a terület, és az itt lévő szláv államoknak a meghódítása volt az első lépés, de hát ugye Hunyadiaknak és az idősebb Hunyadinak a tevékenysége, ugye Hunyadi Jánosnak a több hadjárata, akkor a Nándorfehérvári csata, ugye ez a mai Belgrád területére vonatkozik, ugye ez a ennek a hódoltsági kérdésnek egy olyan része az, ami benne van, és egy fontos történet, hogy ez körülbelül ebbe a korba kell visszamenni, hogy tudjuk értelmezni ezt a helyzetet, vagy ezt a szituációt. És hát egy 550 év kimarad államiság és egyéb szempontból, és ennek a korszaknak... Már a török hódoltság miatt. A török hódoltság miatt, igen, és hát ugye ne felejtsük el az itt szintén még a szlávoknál is régebb óta itt tartózkodó albánokat, akik Skanderbeggel ugyanúgy küzdöttek a török hódoltság ellen, mint akár a szerbek, vagy akár a hunyadiak. Szóval ez egy komplikált kérdés. Szóval a mai helyzetet visszavetni arra az időszakra, úgy, hogy kimaradt egy fél évezred, az egy kicsit nehézkes, inkább ebből a komplikált nemzeti, területi, tulajdonképpen sorsközösségből kéne valahogy eljutni oda, amikor a Balkán újra fontos lesz, ugye ez a romantika és a nemzeti öntudatnak a korszaka, 19. század, 18. század,
19. század. Hát amikor És a a... romantika felhozza úgy, mint egzotikus helyet, és ugye a romantikus elvágyódás az ebbe az irányba indult el, és ekkor vált újra akkor érdekessé így a világ számára a Balkán? Igen, újra érdekessé vált. Jöttek ezek a Lord Byrontól kezdve, Kánitz Félixen keresztül, aki bejárta, természetrajzot készített, a Habsburg Birodalom ugye látva a töröknek a meggyengülését, ugye azért köztük a török, vagy az oszmán-török birodalomnak a meggyengülését, hát egy ilyen nosztalgia felrém lett arra, hogy hát mi lenne, hogyha ezt a területet vissza lehetne integrálni úgymond Európába, vagy Tehát Európa akkor részévé ez nem lehetne csak egy tenni. Romantikus, irodalmi és művészeti célpont lett, hanem politikai is. Akkor ez általában együtt jár? Hát előbb volt a művészeti fellángolás, és utána jött a politikai lehetőségnek a meglátása. Ugye egy meleg tenger, hát ugye a Habsburg birodalomnak is azért nem voltak vágyai, akár a mediterrán vidék felé, ugye ebben némileg pont a olasz önállóságnak és az olasz nemzeti mozgalomnak köszönhetően ugye mondjuk azt, hogy Triesztig visszaszorultak, és ez maradt egy tengeri kijárat, de hát ott volt a Balkán, ahol az oszmán birodalom már a 18. században azért mutatta a gyengeség jeleit, görög forradalom, a görög függetlenség, akkor a Szentsztefánói béke folyamatokkal eljutottunk oda, hogy szabad prédává vált ez a terület, és hát ugye a politikai határok nagyon nehezen voltak meghúzhatóak, hiszen így alapvetően azok a történelmi határok, azok valamikor a kora középkornak, vagy a római birodalomnak, a kelet-római birodalomnak a közigazgatási egységeinek a tulajdonképpen a lekövetése a mai napig, és ezek a területek, Bosznia, Koszovó, Albánia, ezeknek a területeknek a mentén alakultak ki, hát és ugye az első és a második balkáni háború szintén ezeknek a területeknek az osztásáról szólt, és hát már ebben az időben azért nem a szerb lakosság volt többségben Koszovóban, hanem történelmi okokból kialakult egy olyan helyzet, hogy azokon a helyeken, Észak-Koszovóban vagy Rigómezőn, a magyar történetírás ezt a nevet használja, ott ugye több kolostor volt, ami a szerb államiság, a szerb írásbeliség, vagy mondjuk azt, hogy a délszláv írásbeliségben rendkívül fontos szerepet töltött be az itt lévő kolostorok. Ugye a nemzetnek a fönnmaradása az ortodox egyháznak, ezek egy nagyon jelentős központjai voltak, másolták a Bibliát, igazából a kezdeti írásbeliségnek a jegyei itt alakultak ki, annak ellenére, hogy az egyházi szláv nyelv azért nagyon messze állt már ebben az időszakban a beszélt szláv nyelvtől, de akkor is egy fontos eleme volt a nemzeti, hát mondjuk azt, hogy a délszláv tudatnak most azt nem mondanám még nem azt, volt hogy a nemzeti szuverenitás. Igen, akkor. Igen, nem volt, és ugye ez egy későbbi fogalom, de mondjuk azt, hogy az itt élőknek, és ez igaz volt a bolgárokra is, igaz volt a szerbekre is ezen a területen, és akkor ugye a romantikának volt ez a nagy fellángoló korszaka, amit jól ki lehetett használni, és ugye különböző világhatalmak fordultak a terület felé. Nagyon érdekes az a folyamat, hogy Bosznia-Hercegovinát ugye az Osztrák-Magyar Monarchia annektálta, csatolta saját magához, viszont alapvetően a Balkánon sokkal erősebb volt a francia hatás, és mind a szerb jogrendre, vagy a szerb kultúrára, mint a bolgár kultúrára nagyon jelentős hatással voltak a franciák, és mondjuk azt, hogy ők frankofónok voltak, és közben jött ez a pánszláv elmélet, ami annyira nem volt erős, mint amennyire a jugoszláv időkben és a jugoszláv időknek a vége felé, hogy mondjam, Oroszországhoz való viszony, vagy a Szovjetunióhoz való viszony egy kicsit átfordult, és ezek a kapcsolatok, ezek nagyon érdekes változáson mentek keresztül, de alapvetően a Balkán még most is inkább frankofón, kulturális szempontból,
És hát ezek a területek is, mint a mai Koszovó, megőrizték ezeket a jegyeket, és akkor így jutottunk oda, hogy létrejött ugye először az első világháború után az első úgymond jugoszláv vagy délszláv állam, aminek ugye voltak tervei, később a második világháború után olyan tervek, hogy akár Bulgáriáig is élhetne a Fekete-tengerig egy ilyen nagy félhold, de ezeket a terveket a Szovjetunió saját érdekszféráján belül azért, hogy is mondjam finoman szóval, így elintézte az ilyen típusú törekvéseket, kicsit populárisan és nem egészen a terminus technicusokat használva, és ebből lett az a szituáció, amit most látunk. Ugye Jugoszláviát össze kellett tartani, ők lettek úgymond a független államoknak a szövetségének egy ilyen vezető állama, ez egy, mondhatjuk azt, hogy Titónak volt az egyik találmánya, hogy létre kell hozni egy olyan szocialista blokkot, aki nem függ a Szovjetuniótól, de nem függ a nyugattól sem. Egyébként a frankofónia az politikai volt, vagy kulturális? Ez nagyon erőteljesen kulturális volt. Nyelvében, öltözködésében, ez minek színházi... köszönhető amúgy? Ennek egyszerű oka volt, nagyon messze volt Franciaország. És nagyon nekik meg az volt az a romantika? Igen, nekik az volt a romantika, de mivel a Habsburg birodalomból már volt nekik kóstolójuk, szerették Bécset is, szerettek odautazni, de sokkal jobban elterjedt a francia kultúra, szóval a francia nyelvű színházak, a jogi rendnek a kialakítása pont ellensúlyozandó a porosz és a német és az osztrák német hegemóniát, az ehhez való, szóval a kód civilnek, a francia jogrend alapjának a befolyása például a szerb jogra sokkal jelentősebb volt, mint mondjuk a nagy német könyv, ami például a magyar jogban sokkal erőteljesebben visszaköszön, és ez mind a jogi kultúrára, meg a jogi eljárásrendre van egy szakadék ebben, de ez igaz Bulgáriára és igaz Szerbiára is, meg a volt Jugoszlávia területére. És ez kulturális oka volt, és a kultúra hozta magával a jogot is, meg hát azért a franciáknak is voltak terveik a Balkánnal. Tehát akkor csak van benne egy kis politika. Van benne egy kis politika, de ez mivel tényleg messze volt, ez kevésbé tudott kifejlődni ez a politika élesen, ez inkább a Szentszövetség és annak a korszaknak az eredményeként lett egy ilyen radikálisabb ellenállás ezen a területen, hogy a helyi elit inkább szívesebben vonzódott egy távoli, de a környéken nem akkora jelentős politikai befolyással rendelkező entitás felé, mint hogy egy közeli szomszédos felé, mert ugye látták ebben a veszélyeket, mint ahogy a első világháború után ugye a különböző királyi családoknak a kiválasztása ugye Nyugat-Európából történt, és hát ugye német területen élő családok vették át a királyi posztokat mind Szerbiában, mind Bulgáriában, és hát ugye Görögország más, annyira messzire ne utazzunk, ennek van egy, az is egy nagyon érdekes és szép történet. Ezen a területen ugye tulajdonképpen a Szentszövetség tagjainak és a porosz vonalnak köszönhetően mind a két területen a német vidéknek nemesi családai lettek, akik tovább vitték itt a politikai hatalomnak a megtestesítését, mert ugye 550 év után kellett valakit keresni, akit nemesi szinten ebbe, ugye ez volt a demokratikus elképzelés és a kornak a kelet-európai meg a német szintje, ugye az uralkodó családoknak a valamilyen szintű kötődésével, a dinasztiák alapításával képzelték el ennek a régiónak a stabilitását, és ugye ez is germán vagy német befolyás volt, és ugye ezt azért a kulturális elit, meg akár a vallási elit próbálta valamilyen szinten ellensúlyozni, és akkor indult el mind a francia, meg hát ebben az időszakban indul el a pánszláv mozgalomnak az első, hogy mondjam, csírái vagy hajtásai, ami felé elindulnak ilyen kapcsolatok is, de ahogy mondjam, a cári Oroszországnak
az a erőfeszítés, amivel a Balkán próbálta úgymond a szláv birodalom részévé tenni, az nem mindig volt túl békés, és ez is azért bizonyos ellenállást adott, annak ellenére, hogy természetesen nagyon sokan bizonyos helyzetben oda tudtak menekülni, de ez egy kicsit olyan, hogy mondják, amikor ilyen skizofrén, meredékként, egy kicsit ilyen skizofrén viszony, hogy hát a nagy orosz anya, de hát azért jobb tőle félni, mint megijedni. Tehát akkor igen, ez a olyan szindróma, hogy akkor inkább legyen a barátunk, mint az ellenségünk? Igen, ilyen ambivalens, ezt a szót kerestem. Ez tényleg egy picit ilyen ambivalens, és hát ennek a vonulatait azért látni kell. Szóval Bulgária teljesen egyöntetűen most is egy ilyen radikálisabb, függetlenül attól, hogy már nincs a Szovjetunió, a történelmi tapasztalat alapján ugye közelebb voltak a Fekete-tenger miatt, így egy kicsit orosz ellenesebb, annak ellenére, hogy ortodoxia az ugye egy sorsközösséget vonna, vagy innen gondolva hatnánk azt, hogy ez ennek kéne így működnie, de hát nem így működik. Viszont Szerbia, ami egyel közelebb van már a nyugati világhoz, neki azért szorosabb orosz kapcsolatai vannak, de ez sem egy, hogy mondjam, egy olyan nagyon egyöntetű, hiszen néha rátaposnak a tyúk szemére a szerbeknek az oroszok, néha a szerbek taposnak rá, bár ez nagyon picit érzi a orosz birodalom, de azért megteszik, de mégis ez a kutya-macska barátság valahogy megvan, és hát Koszovónál is ezek visszajönnek elég rendesen. Tehát eddig is bonyolult volt a helyzet, ugye most ez itt negyed órában az egész Balkán, illetve Szerbia és Koszovó és Albánián által most birtokor területnek egy régi története, ahol ők még nem ilyen felállásban voltak. Most ez a felállás sem kevésbé komplikált, mint akkor volt, úgy tűnik. Mi viszont most már ugye mégis a 21. században azt szeretnénk hallani, hogy azért csak sikerül megegyezni, most már van nemzeti szuverenitás, van nemzeti öntudat, identitás, és ahelyett, hogy ez segítene, most úgy tűnik, hogy ez inkább nehezíti a helyzetet. Viszont békét szeretnénk. Többek között a frankofóniának is talán köszönhetően, Franciaország is azok között van, akik próbálnának közvetíteni, hogy legyen egyfajta status quo, és a koszovói lakosság, aki ugye egy elég robbanékony összetételű szerbek és albánok között, mégiscsak megtanuljanak békében élni. Ez most, amit te felvázoltál, annak alapján nem lesz annyira egyszerű. Hogy lehet mégis megoldani, ha meg lehet? Hát például mondjuk ennek a szituációnak, most ez nem egy rendszámvita, hanem ennek a helyzetnek a rendezése mind a két fél részéről azért egy hosszabb távú türelmet igényelne. Ugye az új koszovói kormány, a régi koszovói kormánnyal ellentétben nagyon magabiztossá vált, és mindenféle figyelmeztetés ellenére a helyhatósági választásokban, annak ellenére, hogy a szerbek mondták azt, hogy ez így nem lesz jó, ez a képviseleti rend, és ezt ők nem tudják elfogadni. Ennek ellenére megtartották a helyhatósági választásokat, és hát ugye ez a rész, ahol ezek a polgármesteri hivatalok nagyon fontosak, hát ez 90%-ban szerbek lakta terület, és csak 10%-ban van más etnikumú, szóval nem csak albánok vannak azért Koszovóban, hanem ennek vannak makedónok is, és a szomszédos területekről ugye közel van Montenegró, szóval ez azért nem annyira tiszta ez a kép, de mondjuk azt, hogy 90-10-es osztás van ezekben az érintett területeken, és ennek ellenére megtartották a választásokat, annak ellenére, hogy mind a Macron, mind Nyugat-Európából a németeken keresztül mindenki figyelmeztette őket, kivéve az angolokat, hogy ez így nem lesz jó, ezt ne csinálják, de ugye a jelenlegi miniszterelnök, akárhogy is nézzük miniszterelnök, ezt a szerbek nem szeretik hallani, mert
ők direkt degradálják ezt a kérdést, ezért nekik csak egy ilyen kapcsolattartási titkárságuk van, ami a koszovói ügyekkel foglalkozik, szóval nem, még véletlenül sem államtitkárság, mert túl fontos lenne. Van jelentősége ezeknek a fontossági sorrendben, hogy hát ez nem egy jelentős kérdés, ezért csak egy titkárságunk van. De most kivételesen sikerült oda eljutni, hogy a nemzetközi közösség is nyíltan elítélte Koszovónak a lépését ebben az ügyben, és talán a mostani hírekből látszott az, hogy ugye kénytelenek lesznek, és ez egy nagyon nagy politikai veszteség a mostani kormánynak, miközben egy nagyon jelentős per folyik Hágában, ugye arról megint tereljük a figyelmet, de ez most, amikor Macron azt mondta, hogy bojkotálni kell, ugye Amerika azonnal szankciókat vezetett be a koszovóiakkal kapcsolatban, nagyon jól látszik az, hogy a NATO új vezetése ezt úgy értékeli, hogy ez egy barátságtalan lépés volt, és visszaélés azzal a támogatással, ami egy békés helyzetnek a alapfeltételeit akarta biztosítani. Szóval a KFOR nem azért ment oda, hogy agyonveressék a katonáikat, hanem egy úgymond békefenntartás, hogy ez a helyzet egyszer megoldódik, és veled beszélgettünk egyszer arról, hogy megvan-e a szándék, és szerintem a szándék megvan, és most nagyon egyértelműen látszik az, hogy szeretnék, hogyha ez a helyzet rendeződne. Az egy dolog, hogy Szerbiában ez pont szerencsés volt a mostani kormányzatnak, mert van egy nagyon nagy társadalmi feszültség van, és van egy olyan szituáció, amiben a jelenlegi szerb kormányzat Vučićékkal az élen ugye próbál előre menekülni, és nem mondom azt, hogy jól jött neki, mert nem jött jól, meg egyetlen egy ország sem szeret hadiállapotot bevezetni, de azért ők is azért fölfújták ezt a helyzetet elég alaposan, de az tény, hogy erőn felül mutatott keménységet az albán rendőrség az ottani szerbekkel, akik az elején még azért békésen próbáltak tüntetni, de aztán hirtelen előkerültek, tudod, ezek a, hogy mondjam, a különböző futballcsapatok mentén húzódó ilyen békés, tudod, ezek a sétapálcás idős bácsikák, akik elő szoktak kerülni így ilyen kis táblácskákkal, hogy békét és éljenek a galambok. Na hát ez itt nem volt jellemző. Ja, pontosan azt vártam, hogy honnan jöttek ezek vajon elő, de nem jöttek elő. Nem, sajnos, amikor meghallották, hogy mi van, el is menekültek, és hát sajnos az utolsó pár nap eseményei, ahol láttuk ezt, hogy a KFOR próbált rendet tenni, ez bizony azért félig paramilitári szervezetek voltak, akik aztán kőkeményen, skorpiókkal, gumibotokkal úgy verték ott a lelküket ápolgató. Én nem akarok bántani senkit, de tényleg egy kicsit alulméretezték a szerb oldalon megjelenő erőt a KFOR ebből a tekintetből, és hát bizony kialakult egy olyan konfliktus, ami a külső szemlélő számára tényleg elég kegyetlen képek, de mind a két oldal rájátszott erre, és sikerült egy olyan helyzetet létrehozni, amiből nagyon nehéz lesz arcvesztés nélkül kilépni, és az igaz a szerb, és igaz az albán oldalra is. Albániának magának úgymond, mint anyaország, ez egy rendkívül kellemetlen szituáció, miközben ugye arról beszélünk már, hogy előzetes EU-s tárgyalások, NATO tárgyalások, és ugye nem tud befolyással lenni erre a területre, és közben ugye volt több amerikai kísérlet arra, hogy pacifikálják ezt a területet, és beszéltünk erről, hogy Magyarországnak ugye mindegyik féllel jó most jelen pillanatban a viszonya, sőt, igen, ez lesz majd a következő kérdésem. És miközben Koszovónak a megalakulása után a nagykövetsége Jeruzsálemben van, akkor tudod, teszel föl kérdéseket, hogy jöhet egy ilyen szituáció létre, külpolitikai és mindenféle szempontból, de most először van az, hogy a politikai magabiztosságot és a túlzott előremenetelt először tette
szóvá az eddig az összes szituációt így, hogy mondjam, békésen eltárgyolgató rendszámvita többször, tavaly augusztus, vége volt az uborka szezonnak, minden visszaállt a rendes menetrendbe. Hát ez most turista szezon és a hazalátogatások előtt robbant ki, és nem is békés tárgyalások lettek belőle, hanem rögtön szankciók, ugye Németország, Franciaország jelezte, hogy fölfüggesztenek mindenféle egyéb támogatást, miközben Koszovó rendkívül sokat fejlődött gazdasági szempontból, szóval anyagilag is egy jobb helyzet kezdett el kialakulni, sokkal kisebb az elvándorlás, mint mondjuk 4-5 évvel ezelőtt volt, és ezt veszélyezteti most ez a túlzott keménykedés. És ahogy mondtad is, hát azért rengetegen dolgoznak Nyugat-Európában, azért is fogalmaztál így, hogy a hazalátogatások, tehát a turizmust az gyakorlatilag a saját lakosságuknak a hazajövetele jelenti. Így van, így van. Hát ugye nagyon jelentős koszovói vendégmunkás réteg él, lakik és dolgozik Svájcban, Ausztriában és Németországban, és elég sokan dolgoznak Olaszországban is, ugye ezt kevesen tudják, de ugye van egy ilyen albán olasz erős kapocs is, és hát ugye... meg is nyilvánult a miniszterelnökük most, hogy ezt mennyire elutasítja ezt a konfliktust. Így van, igen, pontosan, és látszik, hogy azok az országok, ahol jelentős albán kisebbség, koszovói albán kisebbség van, ott egyértelműen elítélték ezt a konfliktust, és most először nem a szerveket hibáztatják, ugye ez annak, aki a témát figyeli, ez szerintem egy felkiáltó jel. Most az motoszkál bennem, de két kérdés is. Egyrészt azt, hogy mostanában az ilyenfajta belvillongásoknak valamilyen haszonélvezője úgy tűnik mindig van, és ez is egy érdekes vonal lenne, ami minket személyesen is érint, ugye, hogy Magyarországnak viszont jó a kapcsolata, amit te is mondtál, Szerbiával is, Albániával is. És az egy dolog, hogy nem feltétlenül jó a viszonyunk a nyugat-európai, tehát az Európai Uniós vezetőkkel, de ettől függetlenül ott is egyfajta békességre és megegyezésre törekvés van. Itt tehát, minthogyha egy sokszorosan sarokba szorított helyzetbe kerülne a magyar kormány, hogy egyáltalán mit is gondoljon erről, vagy hogyan is nyilvánuljon meg, és talán nem véletlen, hogy a magyar miniszterelnök nem is nyilvánult még meg e tekintetben. Hát ennek több oka van. Az egyik ok az, hogy ugye az elmúlt időben, ugye ez egy nyugat-európai kérdés, szóval Macron azért változtatott azon a politikán, amit eddig folytatott. Ugye Németországnak is így a külpolitikája változott, akár a Balkán, akár a migrációs kérdésekben. Ugye Olaszországban választás volt, új kormány van, új miniszterelnökkel futottak ennek a témának neki. És azért látszik az, hogy akár közeli vagy távoli ország, szóval itt most Magyarország nagyon nehezen tudja azt mondani egyik félnek is, hogy hát elnye-bejnye, mert ugye a magyar tőke és a magyar érdekek bármelyik fél mellett való kiállással, az tulajdonképpen egy gazdasági öngyilkossággal lenne egyenértékű, mind a mellett politikailag is nagyon nehéz lenne ezekben, és azért jellemző, hogy most a Szlovákiában tartott ilyen biztonságpolitikai, ugye még most fejeződött be ezen a tárgyaláson, azért nagyon kemény külső tárgyalások voltak, amiben látszott az, hogy a koszovói küldöttségnek tulajdonképpen azzal kellett szembesülnie, hogy falakba ütközött mindenféle fronton, de az is látszott, hogy próbálják ezeket bontogatni, viszont a szerveknek is ugye pont emiatt a paramilitári szervezetek beavatkozása miatt azért hát teljesen jogosan megkapták azt, amit ezért járt, hogy azért ezt nem kellett volna idáig vinni, főleg azért, mert ugye az ott élő embereknek az életével játszunk, szóval könnyű
kívülről mondani itt azt, hogy hát persze majd jövök, megverek ezt, azt, amaz, de hát utána, hát barátom, te hazamész Belgrádba, mi meg nekünk itt kell lakni. Most még egy gond van ugye a KFOR-ral és a magyar kapcsolatokkal, hogy magyar katonák voltak, álltak szembe a szerb tüntetőkkel. Miközben igen, a két kormány egyáltalán nem nincs ellenséges viszonyban, ahogy eddig is felvázoltad. Igen. Hát ugye ez egy következő lépés, és a megnyilvánulásnak, meg a soknak azért ez egy része volt, hiszen a szerb oldal pontosan tudta, hogy a KFOR-nak az odavezényelt tagjai között azért jelentősen egy mondjuk azt, hogy az EU-n belüli legnagyobb barátnak a tagjai ott vannak. Ebben sincsen semmi szándékosság szerinted? Mire gondolsz? Hogy miért pont a magyarokat vezényelték oda, hogy ne legyen jó kapcsolatunk Szerbiával, hogy elrontsák ezt a jó kapcsolatot, és azért... Hát oda több száz KFOR-ost vezényeltek, Kati. Jó, szóval akkor én csak gyanakszom. Nem csak a magyarokat vezényelték oda, hanem a magyarok is belekerültek ebbe a vezénylésbe. Nem ők voltak, szóval nem ez a 20 darab oda vezényelt katona alkotta az egész KFOR-t, aki ott be lett vetve, hanem egy része a kontingensnek lett oda vezényelve. Ez ugyanolyan, hogy hát gyerekek, ti maradjatok otthon, nehogy a baráti szervekkel konfliktusba keveredjetek. Ez egy békefenntartó európai és amerikai részvétellel egyenlő számban egy nemzetközi szerződésben lefektetett részvételi arányjal. Szóval ők pont abban az arányban vettek részt ebben a beavatkozásban, mint amelyikkor át a kontingensben egy nemzetközi szerződés alapján vállalt Magyarország, pont egyébként a saját érdekeinek a védelmében, hogy egy teljesen értelmetlen konfliktus ne terjedjen ki Makedóniára, Görögországra, vagy akár Szerbiára, hanem egy békés helyzet legyen. Szerintem ezt egy kicsit a magyar sajtóban egy picit én egy visszásnak éreztem ezt, hogy egy picit úgy volt bemutatva ez az egész, hogy hát kifejezetten a magyarokkal szemben történt ez a dolog. Hát nem, hát hogyha katonák vagyunk és vezényelnek minket, akkor egy adott létszámmal jelen kell lenni. Hát az egy nagyon szerencsétlen dolog, hogy a 20 katonából 10 fölötti sérülés, ugye is jó páran komoly sérülést szenvedtek. Erre nem volt a KFOR se fölkészülve egyébként, hogy ilyen erővel fog megjelenni ez a szerb ellenállás ezen a helyen. Rendben, akkor részemről kipipáltam ezt a típusú gyanakvást. Még a másik gyanakvásom is erre vár, hogy valamiféle megnyugtató választ adjál rá, hogy kinek jó ez a konfliktus, vagy egyszerűen arról van szó, hogy ott ők egyfajta aknamezőn élnek, és ez időnként felrobban. Hát igazából ez a konfliktus néha ilyen feszültséglevezetőnek jó, és ugye van egy jóval fizikálisan térben messzebb zajló konfliktus, és most erre egy picit azért rájátszottak az oroszok is, hogy egy kicsit elterelődjön a figyelem erről, de ez egy jelentéktelen figyelemelterelés. A balkáni konfliktus, ez egy ilyen kártya, amit néha elő lehet venni, de nem... Ez most látszik azt, hogy Nyugat-Európának sem érdeke, és a környező országoknak se. Szóval azóta sokkal békésebb hangokat üt meg Szerbia is, próbál kifarolni ennek a konfliktusnak, főleg hát figyelj, a mai social media korszakban, mikor jönnek a felvételek, mindenhol látott percek alatt kint van, a szerb média tele volt ezekkel, és hát ugye összekötötték a futballhuligánokkal, akikkel eleve probléma van, és ez egy öngól volt például azon az oldalon, és ez nem jó. Az biztos, hogy politikai ambíciók mindig vannak mind a két oldalon, itt a koszovóiak részéről a szerbekkel szemben egy keménykedés volt, és belefutottak abba, hogy ezt nem lehet csinálni, és végre először mondjuk azt, hogy a szerb oldal mellé úgy álltak oda, hogy látjuk, igazatok van, csak akkor vegyetek vissza, és próbáljuk meg a jogmezején békésen elintézni ezt az ügyet, és ne a hagyományos
erőszakos módszerrel provokáljunk egy konfliktust, és ebbe azért Szerbia nagyon intelligensen lépett az elmúlt pár napban, és visszavett, de látszik, hogy az albánok is nagyon alaposan, a koszovói albánok visszavettek, mert ugye látszik az, hogy szerintem napok, hetek kérdése az új választás kiírása, és azoknak a politikai követeléseknek, ami a Koszovóban élő szerbeknek teljesen jogos követelései, azoknak is az elfogadásába bele fogják terelni most a mostani politikai, koszovói albán politikai entitást, hogy fogadja el végre, hogy ezt nem tudják se elűzni, ezek az emberek itt vannak, velük kell együtt élni, és hogyha már tartományokban gondolkozunk, akkor létre kell hozni egy olyan szituációt, ami ennek a helyzetnek egy békés rendezéséről szól. Azt gondolom, hogy ezután sokkal értőbben fogjuk olvasni ezeket a híreket, és most már jelentenek is majd valamit. Nagyon köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést, Gábor. Én köszönöm a lehetőséget, Kati. Mondavics Gáborral beszélgettem.